megint rendesen, úgy látom. Megint nem érünk időbe harasztiba. Hát ilyenkor reggel azért az nagy para. Van úgyhogy 3-4-8 után érek be, aztán rohanni kell a Tesco-ba, meg minden, hogy össze tudjam magam szedni, meg a cuccaimat, meg a kajámat, amit megeszek. Hát a reggelek azok mindig ilyen nagy faszok. Tehát ilyen kurva nagy forgalom van, azt igazából csipkedni kell az embernek magát, hogy odaérjen meg minden, de hát ezzel nem lehet segíteni. Mindjárt megyünk oda. Cica! Cica! Hát benn maradtál? Benn maradtál reggel, bizony. Jól van. Most nem engedtelek ki, mert 0 fok volt megint. Bár itt a tavasz. Ugye csak? Na, most kinézhetsz, most jobb idő van. Eredj addig, én lecuccolok, meg csinálok neked valami kaját, oké? Okay? Megbeszéltük? Újabb ember, mi van itt? Szállítás biztosító van rajta. Gyors kötöző. Kéne boruljon a táskába. Ez jó kis káposztás szvekedli. Megint volt káposztás tészta a gólyába. Úgyhogy most akkor ezt ebédeltem, meg ezt fogom vacsorázni is. Hát ez nincs annyira lepirítva, mint a házi káposztás tészta. Nincs is megborsozva. Semmi baj, mert nekem itthon van borsom. Meg som. Egy olyan fingyávot bevágtam ebédre. Ez a legjobb káposztás tészta. Na. Fú, de rég volt reggel. Ugye? Most már véget esért. Az előbb még reggel volt, most meg hip-hop este van. Hát ezek ilyen videós trükkök, hova tettem a cigi. Várjál már te fik. Hova tettem? Jó fi. Sehol nem tudom. Na minden. Hát az előbb még itt, ja itt van az orrom előtt. Hol lenne? Jó van gyerekek. Elmondom nektek, hogy mi a frankó? Hát most... Nem mindenki bírja ezt a YouTube létet egyébként. De mindegy. Ma rájöttem arra, hogy Bordeaux festékből és okkerből szürkés kék lesz. Na. Valaki jött és kevertetett egy ravaszint, egy ilyen világos szürkés kéket. Beívom a receptúrát a gépbe, és akkor látom ugye, hogy milyen színeket tesz bele. Hát, mondom, itt valami nagyon nem stimmel, mert látom, hogy bordó, meg okker, meg fekete. Mondom, ebből hogy lesz kékes szürke? Na mindegy, aztán jobb híján kipróbáltuk, és tényleg az lett belőle. Ja. Azt hittem, hogy szar a receptúra, de jó volt egyébként. Most olvastam, hogy hát nem most, de most megint elében került egy ilyen index cikk, ugye, hogy megszűnt a Papi Frankó csatorna, a Hodász atyának a influencer csatornája, mert hát ugye nem bírta a stresszt meg a celebséget. Hát ilyen ez a celeblét, kedves Hodász atya. Én nem néztem sose egyébként, csak láttam néha belinkelték, hogy ezt hallgass meg, mert ez
Ilyen jókat mond, milyen okosakat. Hát... Jó, jó, de hát nem az én világom. Na mindegy. Szóval nem bírt a stressz, mert nem tudta, hogy mivel jár ez a influencer lét. Hát azzal jár, kedves hodászatja, hogy szénné fognak oltani. Ahogy mindenkit. Azok az emberek, akik tök mindegy, hogy mit csinálsz a YouTube-on, úgyis megtalálnak, úgyis keresztre feszítenek, úgyis kivéreztetnek, úgyis megöldösnek. Most is már itt a csatorna, már most ez alatt, az új csatorna alatt elkezdett menni a flame. Hát nem fogom engedni. Valaki beszól egy másiknak, akárkinek, vágom ki a francba. Nem érdekel, hogy ki. Nyugodtan. Figyeljetek csak ide. Hiénák, mocskos trollok vagytok, bazd meg, dökkesejük vagytok, mert hullazabáló férgek, azok vagytok. Igazából. Nem elég az nektek, bazd meg, hogy hát most nem tudtok jönni az én csatornára, a Turi Tamás csatornára mocskolódni. Ott maradt a Márka csatorna, ami még működik, csak mivel nem férek hozzá, nyugodtan oda lehet okádni a legmocskosabb nyomdafestéket nem tűrő szövegeiteket, azt nyugodtan oda hányhatjátok azzal a jóleső tudattal, hogy úgysem tehet ez a Turi Tamás ellene semmit, nem tudja kitörölni, nem tudja lebannolni, mert Márka fiók hozzá van kapcsolva a másikhoz, ami inaktív. Úgyhogy nyugodtan oda lehet menni, ott a szakmai videók alatt lehet irrelevánsan hányni az epét, hogy én milyen vagyok. De ne gecizzetek már, öcsém, anyámmal is. Tehát, hogy nem Bözsi, érted? Neked legfeljebb Bözsi néni. 70 éves vénasszonyról beszélünk, érted? Hagyjuk már ki őt a játékból. Én rajta már nem tudtak rúgni, már akkor rúgtak ő rajta. Ő nincs fenn a YouTube-on. Max néha oda kommentel, azt kész. De annyit meg fogok neki mondani, meg fogom üzenni, vagy megnéz ezt a videót, és akkor ebben a videóban elmondom neki, hogy anyám, inkább ne kommenteljél hozzá semmit se az én csatornámhoz, mert te rád fogják hányni a izét. Igaz, hogy te azt nem fogod elolvasni, de én olvasom. Felnőtt filmkiller generációja, egy nemzedék, akik bazd meg, akik olyanok, hogy mindenki rúgnak egyet, ha már megdöglött, akkor szétcincálják, ha eltemették, akkor bazd meg, feltúrják a sírját, ellopják a koponyáját, ivókelyhet csinálnak belőle. Hullarablók, bazd meg. Hullarablók. Ezt hogy? Ez jó? Ez jó nektek? Itt továbbra is az lesz, mint ami a Turi Tamás csatornán megszokott volt. El vannak engedve a kommentek. Előmoderáció az nincs, az csak annyi van, ami a YouTube-nak az algoritmus, amit tudom én, megfog valamit, esetleg, hogyha link van benne, vagy bármi, de úgy egyébként nincsen beállítva semmilyen szűrő, úgyhogy most nyugodtan lehet hányni, de ha meglátom, az azonnal bannolva lesz. Nem jön át az se, hogyha valaki jó pofaságból ír olyanokat, hogy ami félre nem érthető. Úgyhogy ott hagytam nektek,
nem önszántamból, de ott hagytam nektek a szakmai csatornát, a TechTrippet, azt oda okádjatok, oda menjetek hányni, bazd meg, verjétek bele a faszotokat, nem tudok úgyse más csinálni, viszont ebből is tanultam valamit. Köszönöm szépen, hogy oda kommenteltétek a sok mocsokságot, mert végre kinyílt a szemem, és rájöttem, hogy soha a büdös életbe nem szabad egy YouTube fiókhoz tartozó márka csatornát csinálni. Látszólag egyszerű dolog, mert nem kell hozzá külön e-mail cím, és külön fiók, viszont abban az esetben, ha te azokba bejelentkezel, össze van kapcsolva a főcsatornáddal, ha a főcsatornáddal bármi történik, véletlenül törlődik, vagy szándékosan, vagy ilyen esetek miatt, mint ami velem történt, akkor onnantól kezdve a márka csatornád hiába marad meg, nem tudsz vele mit kezdeni. Nem tudsz többet belépni, nem tudsz többet feltölteni rá, nem tudsz többet moderálni, semmit. Tehát az úgy elszállt. Annyit lehet csinálni a márka csatornámmal, hogy letölthetem róla a videókat, valamilyen downloaderrel, letölthetem a videókat, aztán megmentem későbbre. Ha még lesz hozzá kedvem, hogy csináljak egy negyedik csatornát, és ezt még nem tudom, ezt még meggondolom, akkor majd az lesz, hogy oda fel lesznek töltve, amit már eddig felraktam rá, de az nem sok, vagy 4-5 vagy 6 videó maximum. Azt azon éljétek ki nyugodtan magatokat, azt majd egyszer csak kész. Majd elmúlik ez is. Jó, jegyezze meg mindenki, amiket most mondok, itt az új csatornán, itt az első videókban, mert van egy csomó olyan dolog, aminek a buktatójára csak most jövök rá fokozatosan. Ha nem történt volna ez, hogy leblokkolják a fiókomat, akkor én erre például nem jöttem volna rá erre az összefüggésre sose. Egy márka csatornát a főfiókodhoz ne kös hozzá. Inkább regisztrálj egy külön e-mail címet, ahhoz jár egy külön login, egy külön YouTube fiók, és kész. Majd te összelinkelgeted, majd te keresztbe linkeled, ennek a linkjét kiteszed ide, annak a linkjét kiteszed oda. És kész. És akkor... Jó. Szerintem innentől kezdve ki is fogom venni annak a márka csatornának a linkjét ebből a csatorna leírásból, meg abból a háromból még, ami fel van töltve, ne legyen benne a alapértelmezett feltöltési beállításokban, azért, hogy még véletlen se tévedjen oda egy lélek se. Azon volt vagy 20 feliratkozó, vagy 30, nem tudom, vagy 60, vagy 50, meg volt rajta 5-6 videó, azért nem kár. Azért nem kár. Azért viszont kár, hogy oda megy, és ott pofázik, ott hányja az epét. Nagy vadászok vagytok, bazd meg, ahogy a Megadeth is elénekelte a Countdown to Extinction című számban, ugye, hogy vannak ezek a nagy vadászok, mint mondjuk Semjén Zsóti, ugye, akik hát pénzért a lebénított vadat kivégzik. Arról szól ez a szám, Countdown to Extinction, hogy ma már ilyen álszafarik vannak, és akkor a ketrec mögé zárt oroszlánt, ugye oda megyünk a vadászpuskával, és lelőjük, és nem tud ellenkezni. Úgyhogy, hát ez a hiénaság, ez a geciség, hogy hú, milyen bátor tett, ugye? Kinyitnánk a rácsot, akkor meglátnánk, hogy ki győz. De hát ugye az oroszlánnak esélye nincs arra, hogy kinyissa a rácsot, és hogy visszaüssön a bátor vadásznak, a bátor trollnak, a bátor féregnek, a bátor dögevőnek. Az lőhet sorozatvetővel, helikopterről, géppuskával, vagy vadászrepülőgépről, hőkövető rakétával, ugye, ha már vadászat,
Gyerek. Mocskosak. Mocskosak. Azt mondja a papi Frankó, hogy teljesen felőrölte idegileg, meg szihésen ez a geciség, ez a rossz indulat, ami árad az emberekből, pedig ő belőle csak a szeretet árad, Isten szeretetét közvetíti, ami így árad. Na, ennyit Istenről. Ha lenne Isten, akkor biztos nem hagyná, hogy egy pap influencert támadjanak ilyen módon. Nekem sem odaírta valaki, hogy hogy Isten veled van, meg mit tudom én, persze tudod, elvicceltünk a Turi Tamás nézőcsatornán, és akkor odaírtam, hogy igen, de a Google az hatalmasabb, mint Isten. Úgyhogy, mert Isten nem tudja megakadályozni az ilyen baleseteket. Most nem az én csatornámról van szó, hanem mondjuk az ilyenekre, hogy kiégjen a influencerkedésbe a hodászatja, vagy ne adj Isten a hogy hívják ennek a Gergőnek a csatornáját, a alpinista vakoló technika, vagy faszom basz meg. Na, tudjátok, Nagy Gergő. Na, látod, olyannak kell születni, mint Nagy Gergő. Nagy Gergőről minden lepereg. Tehát ő egy ilyen pszichopata, úgyhogy őt nem lehet megsérteni. Semmivel se. Tehát, hogy egyszer azért megnézném, hogyha az ő csatornáját így betámadnák mondjuk ezren, ilyen unintelligens egyedek, és írnák rá ugyanazt a sok mocsokságot, amit minden youtuber megkap. Radics Petitől kezdve mindenkiék, tehát lehetsz te a legnépszerűbb, meg a legnagyobb nézettséged, sőt, minél többen néznek, annál nagyobb számba vannak ott a hülyék. Mondjuk valaki ebből pénzt tud csinálni, mert Radics rájött, hogy ezeket a hülyéket, bazd meg, ezt ki kell rakni a YouTube-ra. Avval is pénzt keres, bazd meg. Ja. Hát na, hát ő egy vicces ember, tehát két Radics Peti nincs, ugye? Én nem fogok, az biztos. Régebben volt nekem ilyen levélláda rovatom, ezt mesélte valaki, hogy nemrég nézte meg, újra nézték a levélládát, hát még meg lehetett nézni, hogy abban is milyen dolgok voltak. Ugye annak idején, mikor csak ültem a gép előtt egész nap, és akkor jöttek az e-mailek. Nem véletlen volt, éveken keresztül tiltott a kommentelés ugye a YouTube-on nekem, mert ugye ez volt a kezdetektől fogva, hogy most jó megmondjuk. Egy-egy videóban volt, amikor már valaki nagyon agyament volt, ugye, hogy jaj, de sajnálom, hogy azok a videók nincsenek meg. Mikor csináltam, hallod, vagy ezer screenshot volt benne, nem tudom már, mi volt a címe. Tök mindegy, az nem olyan régi videó volt, azt még tavaly csináltam valamikor, tavaly nyáron, vagy tavaly ősszel. Nem olyan régi volt. Egy nő nekem napokon keresztül, érted? Napokon keresztül e-mailezgettem vele a hülyeségéről. Egyre sajnálom, hogy nincs meg mással a címe se. Mindegy. Nem baj, biztos jön még majd új hülye, aki majd fog így ugyanígy levelezni velem, és akkor majd csinálok egy ilyen hetes levelezést, akkor majd abból is lesz vlog aztán. Majd kiteszem azt, és azt majd röhögünk rajta. Na. Úgyhogy innen továbbra is kopás van. Aki nem megy jó szántából, azt lekoptatom. Kész. Regisztrálhatsz új fiókot, egyet szólsz, repülsz. Azon már én rég túl vagyok egyébként, hogy ilyeneken megsértődjek, hogy 10 év alatt én annyi ívet kaptam, hogy igazából megsérteni nem tudtok. De anyámat hagyjátok békén, jó? Örül, ha él. Én is örülök, ha él még.
Megvan neki a maga baja. Persze, jó, igen, minek ment oda? Tehát minek jött ide kommentelni, mert tudhatta volna, hogy hogy itt ilyen gecik vannak, akik be fognak neki szólni. Na, tehát ugye áldozathibáztatás. Nem kellett volna odajönni kommentelni, azt akkor nem kaptál volna fejedhez egy jó nagy sértést. Ennyit erről. Jó? Jövőben ugyanúgy lesz itt a moderálás, mint a megszűnt csatornámon. Kész? Újság meg nincs. Fejlemény nincs. Nem ír a YouTube. Fülebottyát sem mozgatja. Nem baj. Annál jobban mozgatom én. Tegnap még letöltöttem egy videót. 7:20 lett. Azt, amit feltöltöttem az erősítő unboxing, az is 7:20-as lett, és mikor feltöltöttem, akkor láttam, hogy a YouTube nem konvertálja HD-be. Tehát ha már 7:20-ba töltöm fel, akkor már eleve már ilyen max. 3:60-ba fog megjelenni. Úgyhogy fogtam azt a videót, és bedobtam a Premiere-be, és felskáláztam. Felskáláztam 1080-ra, meg dobtam rá egy kis enyhe sharpent, azért, hogy telefonon legalább jól nézzen ki. Aztán elindítottam renderelni, és akkor, mikor lefeküdtem aludni, akkor még mindig csak ilyen nézett, hogy 48 perc van hátra. Jó van, mondom, akkor én kikapcsolom a monitort, lefekszek, és akkor beállítottam a csörgőt, az időzítőt, hogy mikor vége lesz a renderek, akkor csörömpöljön nekem, és akkor majd felkelek, és kikapcsolom, de végül is nem jelzett az időzítő, vagy nem ébredtem fel rá, csak valamikor később megébredek, és akkor már végzett a videó, úgyhogy kész, az már ki van renderelve, azt már csak fel kell tenni. És akkor az remélhetőleg akkor az HD-ba fog felkerülni. Nem tudom, hogy csak az az egy videóval csinált ilyet, vagy minden 7:20-as feltöltés most már akkor így akar kezelni, de mindegy, nem kockáztatom meg. Ha kell, akkor fel fogom skálázni. Romlik egy picit a minősége, de még mindig jobb, mint hogyha mint a 360-ba konvertálná át. Jó? Na, rendben van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma is. Én ezt most bevágom. És jól fogok aludni. Na, tartsatok velem továbbra is. Csatornára, erre az új csatornára iratkozzatok fel. Nem, amint észrevehettétek, nem csináltam új animációt, az új névhez, hogy Turi Tamás Archivum, maradt Turi Tamás, maradt a logó, marad minden ugyanaz. Kész. Azért nem csinálok új animációt, ott minek? Úgyhogy nyomjátok a feliratkozást, és nyomjátok a harangot is, mert nem csak új videók, hanem régi videók is folyamatosan felkerülnek, és ezért minden értesítést meg kell, hogy kapjatok. Ezért nyomjátok meg a harangikont is. A videóra, az új videókra meg csapassátok a lájkot. És dicsérjetek meg, hogy milyen kitartó vagyok, meg milyen fasz a gyerek. Na, oké. Jó van, köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!